Kormányzati segítség, 161 millió forintot kap bérekre Nagykanizsa a sperrpunkcsőd miatt. Kormányinfo, hétfőtől eltörlik a korlátozások zömét. Mi lesz a piacokkal és a kisboltokkal? Az árusok szerint folyamatosan romlik a helyzetük. Jó estét kívánok, Hajnes Rita vagyok, ez a Kanizsa TV híradója, március 3-án csütörtökön. Jöjjenek is a részletek! Kisegíti a kanizsai önkormányzatot a kormány, mint ahogy arról már többször beszámoltunk. Nagykanizsa és a városi cégek számlavezetése egyaránt a becsődölt sperrbanknál működött. A magyar közlönyben megjelent határozat alapján Nagykanizsa mintegy 161 millió forint támogatást kap a bérek kifizetésére. Szerdán soron kívül döntött arról a képviselőtestület, hogy új számlavezető intézettel köt szerződést. Kedden még volt esély a Sperrbank megmenekülésére, ám még aznap este visszavonta a Magyar Nemzeti Bank az intézmény működési engedélyét. Így a kanizsai képviselő testületnek is azonnal lépnie kellett. Ennek menetéről tárgyaltak szerdán, zárt ülésen a frakciók. Rögtön bankot kellett váltanunk. Tegnap még úgy nézett ki a helyzet, hogy 7 millió forintig mindenki vehet ki, de ez az önkormányzatot nem segítette volna meg, ugye? Elég kevés pénz ahhoz, amire nekünk tulajdonképpen szükségünk van. És tegnap még úgy nézett ki, hogy esetleg a Sberbank tovább tud működni. De már tegnap mi elindítottuk ezt a bankváltási folyamatot, pont azért, mert láttuk azt, hogy muszáj tartalékot képezünk, muszáj biztonságot kialakítanunk a háttérben. Így aztán ma reggel folytattuk a döntéseink sorát, és most pedig közgyűlésen döntöttünk arról, hogy az OTP banknál számlát nyitunk. Már tegnap látszott, hogy elengedhetetlen a kormányzat közbelépése, hiszen a nagykanizsai önkormányzatnak mintegy 2 milliárd forintja van az ukrán-orosz konfliktus áldozatául eső pénzintézetnél. Nagyrészt folyó működésre vannak ugye ott félretéve, illetve ott van az bizonyos 588 milliós bevételünk is, amit fejlesztésre szeretnénk fordítani majd. Tehát a kormányzat pedig abban tud segíteni, egyrészt, hogy rögtön a bérek utalásában tudjunk lépni a következő 1-2 napban, másrészt pedig abban, hogy ezeket a pénzeket mi valamilyen módon visszakapjuk, és akkor később a végelszámolás folyamatában pedig majd a bank remélhetőleg vissza tudja ezeket fizetni a kormányzat részére. Balogh László is megnyilvánult az ügyben a közösségi oldalán. Egyebek mellett leírta, rendezésre került az önkormányzatnál és cégeinél dolgozó munkatársak munkabérutalásának kérdése. Mindannyian időben és maradéktalanul megkapják a munkabérüket. Ez ugyanakkor teljesen nem helytálló, hiszen több érintett cégnél elsőjén lett volna a kifizetés, ami az ismert okok miatt még nem történt meg. A polgármester azt is hangsúlyozta, maradnak még megoldandó nehézségek, hiszen széles körűen érinti az önkormányzatot és intézményeit, cégeit az eddigi számlavezető pénzintézet végelszámolása. De mindent megteszünk a teljes körű megoldás érdekében, már felvettük a kapcsolatot a kormányzattal is. A kormányzat közben lépett, összesen 14 önkormányzat kap egyedi támogatást, a legtöbbet Nagykanizsa. Az érintett településeknek, köztük van Fityeház, Homokkomára, Murakeresztül és Sormás, akkor kell visszafizetniük ezt a forrást, ha vissza tudják szerezni a bankban ragadt pénzüket. Megszűnik a maszkviselési kötelezettség és a védettségi igazolványra vonatkozó szabályokat is eltörli a kormány hétfőtől. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, a mai kormányinfon arról is beszámolt, hogy a szociális és egészségügyi terület kivételével kivezetik azt a szabályt, ami lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy kötelezővé tegyék az oltás beadatását. A kormány a tegnapi ülésén a kárpátaljai magyarok védelmének érdekében döntött arról, hogy Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, és fegyverszállítmányt sem enged át az ukrán-magyar határon. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Magyarország minden Ukrajnából érkező menekültnek belépést és segítséget biztosít. Az ukrán-orosz háború kitörése óta mintegy 120 ezer ember lépett át az ukrán-magyar határon. A kormány álláspontja az, hogy ebben a helyzetben Magyarország biztonsága az első. Magyarországnak az a határozott érdeke, hogy ne keveredjen bele, ne sodródjon bele a háborúba. Fontos a humanitárius segítségnyújtás. Az elmúlt napokban több civil akció is indult, a kormány igyekszik támogatni és koordinálni ezeket, illetve maga is hozzájárul a humanitárius segítségnyújtáshoz. Ez azt jelenti, hogy a feladat az, hogy mindenkihez eljusson az, amire a legnagyobb szüksége van.
Gulyás Gergely arról is tájékoztatott, hogy az operatív törzs és a kormány álláspontja szerint az ötödik hullám a végéhez közeledik. Ezért döntöttek a járványügyi korlátozások döntő többségének kivezetése mellett. Megszűnik a maszkviselési kötelezettség hétfőtől. Kivezetjük azt a szabályt is, amely lehetővé teszi, hogy a munkáltató kötelező oltást írjon elő. Két területen teszünk kivételt, a szociális és egészségügyi dolgozók esetén. Idős otthonokban és kórházakban indokolt a fenntartása a maszkviselési kötelezettségnek, és kivezetjük a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályokat is. A miniszter hozzátette, amennyiben lesz hatodik hullám, úgy ezeket az intézkedéseket ismét bevezethetik, de a virológusok szerint előreláthatólag erre nem lesz szükség. Bezárhatnak néhány éven belül a piaci és a zöldséges vállalkozások több kanizsai kereskedő szerint. Ahogy arról már több hírportálon lehetett olvasni, egyre többen intézik a teljes bevásárlást a szupermarketekben az előnyösebb árak miatt. A kisboltok vezetői és a termelők is úgy gondolják, hiába kínálnak minőségi zöldségeket és gyümölcsöket, hosszú távon nem tudják felvenni a versenyt a bevásárlóközpontokkal. Két éve vezeti ezt a belvárosi zöldséges üzletet Lakos Csaba. A bolt tulajdonos azt tapasztalja, hogy elsősorban azok járnak hozzá vásárolni, akiknek fontos, hogy jó minőségű, akár környékbeli termelőtől származó zöldséget és gyümölcsöt fogyasszanak. Mivel ő magasabb áron adja a termékeit, így a hónap elején fizetést követően sokan keresik, de a hónap végén már inkább a szupermarketekbe mennek az emberek. Itt ezen a környéken több az idősebb vásárló, viszont nyáron a játszótér miatt, ami itt az Ötvös téren van, ez miatt sok fiatal is jár, mivel a gyerekekkel ide járnak játszani, és azért sokan vásárolnak gyümölcsöt a gyerekeknek, stb. Tehát inkább a téli időszakban idősebbek járnak, akik itt a környéken laknak, viszont ők azért egy kicsit azért óvatosabban vásárolnak, mint a fiatalabbak. Fiatalabbak azért egy kicsit nyitottabbak, és akkor többet vásárolnak. Két éven belül olyan szegénység lesz a piacon, hogy biztosan bezárhat a csarnok. Így fogalmazott Varga Ferencné, aki a vásárcsarnok egyik standjánál kínálja zöldségeit. Elmondta, hogy a 70-80 éves korosztály vásárol nála. A fiataloknak szerintem már nincs szükségük a piacra. Mi kis termelők már le vagyunk nézve. Még már semmi vásárolunk nézve itten, semmibe. Ezt válja az embernek. A kereskedők úgy gondolják, ha a következő években tovább emelkednek az árak, a fizetések pedig nem nőnek azzal arányosan, akkor hamarosan lehúzhatják a rolót. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Kis tudós. A kiskanizsai iskolába látogatott a Sós Természettudományi Tehetségműhely csapata. Art Film Club. 2022-ben is érkeznek egyedi alkotások a kanizsai moziba. Tűz, füst és robbanás is volt a héten a kiskanizsai általános iskolában. Az intézmény 7. és 8. osztályos diákjaihoz látogatott a Sós Természettudományi Tehetségműhely csapata. A tanulók két rendkívüli tanórán bemutató kísérletek segítségével ismerkedtek meg alaposabban a természettudománnyal. És beindult. Tehát most van ez a látványos hidrogén peroxid bontás, ami igazán boszorkányossá teszi az én kémia bemutatómat. Az elmúlt években több ezer diák lehetett részese országszerte a tudomány csodáinak. A Szabó Szabolcs Alapítvány kezdeményezésére elindult mobil labor program célja ugyanis, hogy megszerettesse a természettudományt a fiatalokkal. Zala megyében a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ vette szárnyai alá a programot. Az izgalmas és látványos kísérletek, valamint a hozzájuk kapcsolódó érdekességek lehetőséget teremtenek a fizika és a kémia mélyebb megismerésére, melyre az intézményekben csak minimális lehetőség nyílik. Egyrészt a tananyag olyan, meg az óraszámok olyan, hogy kevés lehetőség van rá, de azért amire alkalmunk adódik, azt megtesszük mi is. Tegnap is voltak olyan kísérletek, amik már megcsináltunk órákon, és természetesen voltak olyanok, amik viszont újdonságképpen hatottak a gyerekekre. A diákok körében a fizika és a kémia nem tartozik a legkedveltebb tantárgyak közé, így a kísérletek célja, hogy minél inkább felkeltsék a fiatalok figyelmét. Kiskanizsán is volt tűz, robbanás és látvány.
Amit hoztam, az kifejezetten olyan kísérletek, ami robban hangos, tűzzel jár, mert hogy ezt szeretik a gyerekek, erre vannak kiélezve folyamatosan, illetve hát ami a nagyobb korosztály, tehát a 8. osztályokat érintette, ott az alkohol köré is csoportosítottunk egy kicsit pont amiatt, mert hogy az már ő számukra izgalmas. Olyan kísérleteket vittünk, hogy kimutathassuk az alkohol jelenlétét, vagy a szőlőcukornak a jelenlétét, vagy egyáltalán süvöltő palackot hoztunk, amivel megint csak az alkohol hirtelen égését fogjuk tudni szemléltetni. A 7-eseknél a fő irányvonal a fizikai tulajdonságok bemutatása volt, hogy későbbi tanulmányaik során ezt hasznosítani tudják. A mobil labor első ízben járt a kiskanizsai iskolában, de a tervek szerint lesz folytatás. A mostani bemutató kísérleteket akkor már felváltják a közös kísérletezések. Kőműves Kelemen rockballadájával szórakoztatta az iskolás gyerekeket a Veszprémi Pannonvár Színház Társulat szerda délután a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A csapat nem először járt Nagykanizsán, a művészek ezúttal egy komoly, társadalmi kérdéseket feszegető darabot mutattak be a fiatalságnak. A rockballada Sarga Dímre drámája alapján készült. Az előadás az alkotás folyamatáról, egy mű létrehozásáról szól, és azt a kérdést feszegeti, hogy mekkora áldozat hozható annak érdekében, hogy valami új megszülethessen. Kőműves csapatról szól, 13 kőművesről, akik a dévai várossal kötöttek egy üzletet, végül is, hogy felépítik a várat, de nem sikerül nekik. Félnek attól, hogy szellemek döntögetik a falakat, ezért úgy döntenek, hogy a valamelyikőjük feleségét beleépítik a falba. És hát ez a szerencsétlen személy, ez a Kőműves Kelemenné lesz majd. A társulat 2001-ben alakult, eredetileg nyári színháznak indult, majd 2003-tól saját bérletsorozattal járják az országot. A színészek azóta sokféle szerepben kipróbálták magukat, a rockballada pedig egy egészen új kihívást jelentett. Én nagyon szeretem ezt az előadást, és számomra azért különleges, mert egy új kihívást adott. Ugye általában engem a színházi előadások nézői vígjátéki karakterekbe szoktak látni, és most hát egy teljesen új figurát alakíthatok. Ez a Boldizsár, ez igazából Kelemennek az ellenpólusa, ha lehet így mondani. Ő az értelmi szerzője annak, hogy hogyan is lehet ezt a problémát megoldani. És ezért nagyon érdekes, mert teljesen más eszközöket kell használni. És hát egyébként is a rockzene az nagyon közel áll hozzám, és ugye a Szörényi Bródi szerzőpáros nagyon-nagyon jó és erős zenét írta ez a produkcióhoz. A résztvevő fiatalok nagyon élvezték a produkciót. Az ifjúsági bérlettel rendelkező diákok következő alkalommal a Játékbolt Dráma egy felvonásban című előadást nézhetik meg. Idén tavasszal is megrendezi a szokásos Art Film Club sorozatát a Cinema Nagykanizsa. A városi moziban 6 héten keresztül minden kedden egy-egy különleges, nemzetközi alkotást tekinthet meg a publikum. Az elmúlt években nagy sikernek örvendett az Art Film Club a Nagykanizsai moziban, és immáron 6. alkalommal tartják meg a programot. A tavaszi kínálat 6 filmje között számos a nagy közönség köreiben eddig nem látott alkotás kerül műsorra. Mares Dániel, a Cinema Nagykanizsa vezetője szerint az esemény különlegessége a nemzetköziségében rejlik. Minden szerdán este 6 órakor vannak ezek a filmklubos vetítések, és nagyon változatos a kínálat az idén. A 6 filmben lesz egy magyar film, az Eltörölni Frankot, és akkor lesz egy olasz film a végén, a Szuperhősök, ma a Belfast című filmet fogjuk vetíteni, ugye ezt 7 Oscar-díjra jelölték. Akkor lesz a Párhuzamos anyák, az Álmodovárnak a filmje, akkor lesz a Világ legrosszabb embere című norvég film, tehát mindegyik film más. Az intézmény vezető kiemelte, hogy a decemberi filmdömping után januárban törvényszerűen visszaesett a nézők száma, február végén azonban fellendülés volt tapasztalható. Úgy gondolja, hogy ez leginkább a változatos filmkínálatnak köszönhető, mivel a művészfilmek mellett a legnagyobb kasszasikerek, mint például az új Batman film is megtalálhatóak a mozi kínálatában. December az átlag fölötti hónap szokott lenni, most is így volt. Januárban kevesebben jöttek, februárban most többen jöttek már a januárhoz képest. Talán a filmkínálatnak is köszönhető. Az Art Film Club idei első estéjén a többszörös díjnyertes Belfast című filmet tűzték műsorra, míg jövő héten az Eltörölni Frankot című alkotást tekinthetik meg az érdeklődők a helyi filmszínházban.
Évnyitó összejövetel tartott a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadijárvák országos nemzeti szövetségének nagykanizsai klubja szerda délután a Vasemberházban. A résztvevők a közelgő nőnap alkalmából köszöntötték az egyesület női tagjait, valamint a 25 éves fennállásukról is megemlékeztek a rendezvényen. A kanizsai szervezet 1997-ben alakult, a 25. jubileumi évforduló tiszteletére Gerencsér József emléklapokkal készült a jelenlévőknek. A nagykanizsai hadijárvák klubjának elnöke 2015-ben vette át az egyesület vezetését. A csoport jelenlegi létszáma 44 fő, ebből mintegy 30-an jöttek el az évnyitóra. A következő ilyen összejövetel majd június 1-én lesz, illetve május utolsó vasárnapján a hősök napi megemlékezés a temetővel. Január 12-én megemlékeztünk a Doni emlékműnél koszorúzással, gyertyagyújtással, és hát bízunk benne, hogy ebben az évben még többször össze tudunk jönni. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Kormányzati segítség, 161 millió forintot kap bérekre Nagykanizsa a Sperrpunk csőd miatt. Kormányinfo, hétfőtől eltörlik a korlátozások zömét. Mi lesz a piacokkal és a kisboltokkal? Az árusok szerint folyamatosan romlik a helyzetük. Ez volt a Kanizsa TV híradója március 3-án csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!